Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják október 29-én kedden. Tartsanak velünk ma este! Eszterházy Móriczról készült dokumentumfilmet mutattak be a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Országszerte felhívásokkal szólítja meg a rendőrség a lakosságot. A szénhidrátról és a cukorbetegségről is szó volt a Népfőiskola előadásán. Újabb diákolimpiai sikereket könyvelhet el magának a Vaszari János Általános Iskola. A magyar arisztokrata politikusról, Eszterházy Móriczról készült dokumentumfilmet mutattak be a Magyari Zoltán Művelődési Központban. A Majkhoz is szorosan kötődő egykori miniszterelnök életéről Forgács József készített filmet, amelyben a család még élő tagjai is megszólalnak. A politikus kortársai is becsülték ezt a fajta puritánságot, elfűséget. Eszterházy Móriczról készült filmet mutattak be a művelődési házban. Eszterházy Móriczról nem sok információ kering a köztudatban, pedig az egykori miniszterelnök élete számos érdekességet rejt. Ezek felkutatásával foglalkozott Forgács József az elmúlt időszakban. Az ő rendezésében jelent meg a magyar arisztokrata politikusról készült dokumentumfilm. Oroszlányi vagyok, és Majk az mindannyiunknak a gyöngy szeme, az érdeklődés talán innen van, illetve Kulcsár Emil Miklóstól, aki hát mondhatnám, hogy a legismertebb gondnoka volt Majknak hosszú időn át, feleségével együtt 15-20 éven keresztül ők kalauzolták az embereket Majkon. És 2015-ben készítettem egy filmet a 13-as cella grófnője címmel, amely Károly Margit grófnőről szólt, aki Eszterházy Móriczfelesége volt, és az 1970-es évek közepéig ő ott élt még Majkon. És én megdöbbenve tapasztaltam 2014-ben, amikor Oroszlány 60 éves volt, hogy emlékeznek még rá. Tehát nagyon sokan tudták, hogy ki az a grófnő, történeteket tudtak róla mesélni, és én akkor azt gondoltam, hogy ha a város egy évfordulót ünnepel, akkor ebbe a grófnő története is beletartozik, és így készítettük el akkor róla ezt a filmet. Abban a filmben megjelenik a férj, Eszterházy Móriczt, de csak csínyán, mert ha mondjuk rákeresünk akár az interneten, akkor azt látjuk, hogy egy Wikipédia szócikken kívül, ami 10-15 mondat, semmi más nem találunk róla. És én akkor ezt úgy könyveltem el, hogy lehetetlen megfilmesíteni Eszterházy Móriczt élettörténetét egészen tavalyig, amikor kicsit intenzívebben tudtam újra Majkkal foglalkozni, és előkerült Eszterházy Móriczt története, és azt tapasztaltam, hogy mindenki segít nekem. Tehát segített az Eszterházy család, segítettek történészek, segítettek a csákvári hagyományőrzők, helytörténetápolók, és hát ennek a vége egy egyórás film lett. A gróf minden nagy fordulópontján a 20. századnak ott volt, és ha nem is tudta ezt mind alakítani, legalábbis elszenvedte, ott volt, és valamilyen módon megpróbált ebbe beleszólni, és hogyha nem is mártíromság lett a vége, mint például Eszterházy János esetében, aki, mint tudjuk, a kiravi börtönben hunyt el 1957-ben, ő emigrálni kényszerült, tehát mindenképpen egy drasztikus életsors, amelyet a nagy fordulópontok befolyásoltak. A filmnek nem lesz folytatás, ellenben készül belőle egy könyv, ugyanis 1991-ben megjelent németül a gróf memoárja, amit most lefordítottunk magyarra, és ehhez számos újságcikket teszünk még hozzá, írunk egy életrajzot, és ebből készül majd egy kötet, amit jövő nyáron szeretnénk kiadni. Országszerte felhívásokkal szólítja meg a rendőrség a lakosságot. Minden Szentek és Halottak napja idején a temető környezetében megnövekedő gépjármű forgalom, a gépkocsi feltörők legfőbb célpontja, így arra intenek mindenkit, hogy senki se hagyjon értéket az autójában. A megnövekedett forgalom pedig baleseteket eredményezhet, ha nem vagyunk kellően körültekintőek. Hétvégén lesz Minden Szentek és Halottak napja. Ilyenkor az egész ország útra kell, ki autóval, ki kerékpárral, ki gyalogosan közelíti meg a temetőket. A rendőrség országszerte felhívást tesz közzé, bűn és baleset megelőzési céllal. A közlekedésnek a legvédtelenebb résztvevője a gyalogos, úgyhogy a rendőrség kéri, hogy a gyalogos átkelőhelyeken, temetők bejáratánál, a fokozottnál jobban figyeljenek ezekre a személyekre, hiszen őket semmilyen eszköz nem védi, és a legkisebb baleset is akár következményekkel járhat, súlyos következményekkel, akár halálesettel is.
Szeretném még felhívni a közlekedők figyelmét, hogy amikor a épületből, lakásból elmennek otthonról, akkor a lakás bejárati ajtaját, ablakait csukják be, ezt ellenőrizzék le, valamint a kertkapukat is zárják be, nehogy illetéktelen személyek bejussanak az otthonokba. Amennyiben van riasztó vagy kamerarendszer, ezeket kapcsolják be, hogy az elkövetőket távol tartsa minden esetben. Akik a tömegközlekedést választják, értékeiket lehetőség szerint a ruházatuk belső zsebében tárolják, illetve táskáikat minden esetben húzzák be, és lehetőség szerint azt a testük előtt tartva, szorosan magukhoz fogva használják, hogy nehogy zsebtolvajlás áldozatává váljanak. Szeretném még felhívni a járművezetők figyelmét, hogy értéket ne tartsanak a gépjárműben. Amennyiben ezt nem tudják elkerülni, akkor minden esetben a csomagtartóba vagy olyan helyre helyezzék el az értékeiket, hogy az illetéktelen ne vegye észre. Utastérben semmilyen értéket, GPS-t, pénztárcát, táskát még rövid időre se hagyjunk, hiszen egy gépkocsi feltörés az gyakorlatilag pár másodperc alatt megtörténhet, és gyakorlatilag már is bűncselekmény áldozatává válhatunk. Értéket ne is vigyünk magunkkal, amennyiben mégis viszünk, akkor azt ne a temető bejárata előtt, illetve ne a temető közelébe helyezzük a gépjárművünk csomagterébe, hiszen ezzel is felhívjuk magunkra a figyelmet, így könnyen válhatunk áldozattá. Az utakon nagy forgalom lesz, a megszokottnál sokkal nagyobb forgalom, így időben induljanak el, számítsanak akár több órás késésre is, lassan közlekedjünk, figyelmesen, nagyon sok jármű lesz az utakon, és próbáljuk meg elkerülni a baleseteket. A rendőrség a korábbi évek gyakorlatát követve polgárőrökkel közösen figyeli majd a temetők környezetét. Hozzájuk fordulhatnak azok, akik bűncselekmény áldozatává válnak, vagy azonnal hívhatják a 112-es segélyhívó számot. Az egészség érték. Ezzel a címmel várja a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság az érdeklődőket havonta megrendezett egészségügyi sorozatára. Legutóbb a manapság egyre több embert érintő cukorbetegségről, valamint a szénhidrát fogyasztásról volt szó. Fontos témával folytatódott a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság egészségügyi sorozata, hiszen magyar viszonylatban közel 1,5 millió embert érint a cukorbetegség. Dr. Pálfi János, tatai családorvos az időskori cukorbetegségről, annak előjeleiről, tüneteiről és kezeléséről tartott előadást, ahol kiemelte, évente legalább egyszer ajánlott megnézetnünk a teljes vérképünket. Most önmagában a cukor is probléma, de mivel egy anyagcserebetegség, a mögötte rejlő egyéb más, a zsírral, a fehérjével foglalkozó, illetve magával az anyagcserével foglalkozó dolgok problémásak. Ebben vele tartozik a kövérség, az életmód, aztán beletartoznak azok a betegségek, amik ezzel kapcsolatosak, magas vérnyomás, aztán hasonlók. De most, ha ezt időben nem kezdjük el kezelni, és nem veszük komolyan, akkor a szövődmények, ha most azt nézem, hogy például a veseelégtelenséggel küszködő embereknek a jó 80%-a valójában cukorbeteg, vagy az érszükületes megbetegedéseknek hány százaléka a cukorbetegség, akkor ez nagyon komoly. Ezzel fogunk foglalkozni most. Az időskori cukorbetegségeknek a kora az előbbre jött valóban, több a fiatalnak számító, de időskori cukorbetegségbe, úgynevezett kettes típusú cukorbetegséggel küszködő embereknek a száma. De nem csak erről van szó, arról, hogy az összlakosságnak, attól függ, hogy férfiakat, nőket nézek, a 30-50%-a elhízott. Egy egészséges ember megeheti a csokoládét, de akkor az legyen csokoládé. De hogy kiemelnék egyet, olyan zsírsavakkal vannak teli az élelmiszereink, amik bizony nagyon károsak, a gyors éttermek vannak, és olyan hidrogénezett zsírsavakat használnak, amik felelősek az infarktusok 23%-áért, és egyéb más. Tehát a fiatalokat rá lehetne venni a normál étkezésre, de valahol úgy érzi az ember, hogy ez ma a társadalom gazdasági részének nem érdeke. Én azt javasolnám, hogy nem csak a vércukrot, hanem úgy általában az embernek illene évente egyszer elmenni
egy vérvizsgálatra. Abban az esetben, hogyha a családban van cukorbeteg, ez főleg a kettes cukorbetegekre jellemző, akkor érdemes lenne évente mindenféleképpen. Ha gyanú van arra, hogy valami itt beindul, mert vannak előjelek, akkor azt fél évente is érdemes lenne megnézetni. Újabb diákolimpiai sikereket könyvelhet el magának a Vaszari János Általános Iskola. Az intézmény tanulói már a korábbi években is kiemelkedő eredményeket értek el atlétikában. Ezúttal az ügyességi csapatbajnokságban, távolugrásban végeztek első helyen a vaszaris lányok. A tavalyi harmadik helyezés után most megnyerte a diákolimpia ügyességi és váltófutó csapatbajnokság távolugrás számát a Vaszari János Általános Iskola leánycsapata. A kecskeméti versenyen Szejler Jázmin, Boconádi Bora, Nagyváradi Hanna, Komáromi Emma és Száraz Csilla állhatott a dobogó legfelső fokára. Izgalmas verseny volt igazából. Jó időnk is volt, nagyon jó időnk volt. Az volt a jó benne. Hát igazából próbáltuk magunkból kihozni a legtöbbet, amit lehetett. A maxot nem sikerült teljesíteni, de próbáltunk nagyot ugrani, meg jól is futni. Azt azért gondoltuk, hogy mindenféleképpen dobogósok szeretnénk lenni, de azt nem gondoltuk, hogy meg is nyerjük. Szóval mindenféleképpen nagyon nagy élmény volt, és megtisztelés, hogy mi állhattunk a dobogó legfelső fokára. Nem számítottunk arra, hogy elsők leszünk, és nagyon izgalmas volt tényleg. És nem is gondoltunk bele, mert annyira nem hoztuk a maxot, amit szoktunk. Ebből a csapatból ketten voltak tavaly. Jó helyen kerültünk be a megyei döntőről az országosra, negyedik helyen, azért ez sejtetett valamit, és valóban az volt a célunk, hogy a dobogóra felkerüljünk. A csapatból ketten matematika tagozatra járnak, az egyik kislány idegen nyelvi osztályba jár, és ez azt jelenti, hogy okosak is, ügyesek is, és ennek mi nagyon örülünk, és nagyon jó ilyen diákokkal dolgozni, és ha ilyenre képesek, akkor mi ezt támogatjuk mindannyian testnevelők, és figyelünk rájuk. Ebben benne van az egyesületi munka, de hozzáteszem, hogy ebből a csapatból egy kislány, aki atléta, ő rendszeresen atlétika edzésekre járt a tanárjára, ő a Bora, Boconádi Bora. Van közöttük Komáromi Emma, aki labdarúgó, a többiek közül Nagyváradi Hanna lovasportban tevékenykedik, és rajta kívül a többiek nem járnak külön edzésre. Tulajdonképpen testnevelés órán foglalkozunk velük, úgyhogy nagyon külön edzésre sincs mód, mert az meg már ütközik a délutáni programjukkal, szakkörökkel és egyéb, úgyhogy valóban ilyenkor testnevelés óra az erről szól. Ők igazgatói dicséretben is részesülnek, ez a minimum, és iskolagyűlést fogunk majd összehívni, és ott az iskola előtt is gratulálunk nekik. Dr. Popovics Judit a DK, Jobbik, MSZP és Momentum közös önkormányzati képviselő jelöltje, a 7-es számú választókörzet önkormányzati képviselője külföldi tartózkodása miatt az elmúlt héten az alakuló testületi ülésen nem tudott jelen lenni, így nem tudta átvenni megbízó levelét. Ezt a mai napon Markos Anikó, a választási bizottság elnöke adta át. A MÁV ZRT felújítja az agostyáni úti vasúti átjárót, emiatt ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be a helyszínen. November 4-én reggel 7 órától, november 4-én 17 óráig félpályás útzárat vezetnek be. Az érintett időszakban jelzőr irányítja majd a forgalmat, ezt követően pedig 3 alkalommal lesz teljes útzár a vasúti átjárónál. November 15-től 17-éig, november 22-től 24-éig, valamint december 5-én és december 6-án az autósok megértését, türelmét köszönik. November 5-éig lehet benyújtani a pályázatokat a Burza Hungarika tanulmányi ösztöndíjra. Tatabáros önkormányzata ismét kiírta az ösztöndíj pályázatot. Hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat feltételeit és részleteit Tatabáros honlapján olvashatják. Holnap délelőtt ismét előadással várja az érdeklődőket a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Idősek Napközi Otthona. Október 30-án Minden Szentek és Halottak Napja ünnepköréről tart előadást Horváth József. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Majd október 31-én csütörtökön délelőtt 10 órától Panka torna lesz, erre is szeretettel várnak mindenkit. Folytatódik a Szülők Akadémiája sorozat.
két előadással is készülnek a következő hetekben. Gyerekstressz, leggyakoribb stresszfaktor gyerekkorban címmel Furákné Mózes Lilla fejlesztő pedagógus tart előadást a Művelődési Házban október 30-án délután 5 órakor. Az ezt követő héten pedig november 5-én ugyancsak délután 5 órakor a Művelődési Házban dr. Zaher Gábor szenvedélybetegségek és megelőzésük címmel tart előadást. Erre is szeretettel várnak minden érdeklődőt. A reformáció emléknapján október 31-én csütörtökön délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak a Tatai Református templomban, amelyen igét hirdet dr. Szabó Előd, a Tatai Református Egyházközség vezető lelki pásztora. Az istentiszteletet a Kossuth Rádió élő egyenes adásban közvetíti. Az ünnepi istentiszteleti alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várnak, és azt kérik mindazoktól, akik részt vesznek az istentiszteleten, hogy a rádiós közvetítés miatt helyüket a templomban legkésőbb 9 óra 55 percig foglalják el. Az ország nyilvánossága előtt zajló október 31-i ünnepi istentiszteletre szeretettel várnak minden tatai lakost. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Eszterházy Móriczról készült dokumentumfilmet mutattak be a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Országszerte felhívásokkal szólítja meg a rendőrség a lakosságot. A szénhidrátról és a cukorbetegségről is szó volt a Népfőiskola előadásán. Újabb diákolimpiai sikereket könyvelhet el magának a Vaszari János Általános Iskola. Október 29-én kedden Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták. Köszönjük figyelmüket! Maradjanak velünk, a folytatásban következik Sportkett című műsorunk. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!